Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Ma Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció, a DK elnökségi tagja a vendégünk. Tataházán tartunk egy lakossági fórumot, szakmai fórumot, hiszen Nagy Huszein Tibor az agrárium egyik felkent szakértője. Többek között ez az a terület, amivel foglalkozik, és ebben a térségben, Kiskunhalas, Bácsalmás, Jánoshalma, Kecel és térségében a legfontosabb kérdések egyike az az, hogy hogyan lehet a mezőgazdaságból jobban megélni, vagy egyáltalán megélni, hogyan lehet ezt a területet fejleszteni, annak érdekében, hogy minél több embernek sikeres vállalkozása, vagy pedig munkahelye lehessen a mezőgazdaságból. Éppen ezért kértük meg Nagy Huszein Tibort, hogy jöjjön el hozzánk és tartson ennek a témának a kapcsán egy beszélgetést, egy kis fórumot. Át is adnám neki a szót, hogyan látja ő most a vidék helyzetét, a vidék Magyarországának a helyzetét, a mezőgazdaság, az agráriumnak a lehetőségeit. Ebben a pillanatban nagyon rosszul látom, mert egész délelőtt egy nagy fóliaházat építettünk, és meg is kellett rotátoroznom, és most meglehetősen fáradt vagyok fizikailag ebben a tekintetben. Úgyhogy a mezőgazdaságban nem csak fölkent, hanem bekent is vagyok, mert a trágyaszórás is az én dolgom volt. Na, komolyra fordítva a szót, én azt látom, hogy a Fidesz hazudik éjjel-nappal a mezőgazdaság kérdésében, és most még ráadásul sunyítanak is, mert elfogadtak egy olyan földtörvényt, amelyik tulajdonképpen lebénítja a magyar földforgalmát, nyilván azzal a céllal, hogy az árát letörjék minél alacsonyabbra, hogy aztán majd a felkent saját embereik megszerezzék azt. Ugyanakkor beletettek az alaptörvénybe egy olyan mondatot, ami számomra okot adott arra, hogy kicsit mélyebben kutakodjunk a dologba. Nevezetesen arról van szó, hogy az van az alaptörvény P-cikk 3-as bekezdésében, hogy az integrációs termelés szervezésről a sarkalatos törvényben kell intézkedni. Mit is jelent ez? Ezt az integrációs törvényt a Fidesz elkészítette, de nem hozta nyilvánosságra a választásig. Az ugyanis a helyzet, hogy most atomjaira szét kívánják verni a mezőgazdaságot, úgynevezett családi gazdaságok létrehozásának ürügyén, a jelenleg még meglévő méretesebb gazdaságilag és érdekérvényesítésben erőt képviselő gazdaságokat szét akarják verni, kisebb, 2-300 hektáros magángazdaságokra, akik sem gazdaságilag, sem politikai érdekeket nem tudnak érvényesíteni, tehát elemi erővel fog fölmerülni valamiféle szerveződésnek a kérdése, és erről fog szólni majd az integrációs termelés szervezési törvény. A termelők szerveződésének kétfajta útja létezik. Van az alulról építkező, amelyikben a haszon, az összefogás haszna a termelőknél marad, őket szolgálja, vagy visszaosztásos alapon, vagy pedig olyan módon, hogy újabb beruházásokat hoznak be létre. És van egy másik megoldás, ez az úgynevezett integrációs megoldás, amelyikben fölülről épülnek rá a termelőkre, és ezt a Fidesz alkotmányba rögzítette. És akkor elkezd az ember gondolkozni, hogy kik lesznek ezek az integrátorok. Ugye 2001-ben 12 állami gazdaságot váratlanul privatizált a Fidesz, mégpedig egy nagyon sajátos módon, úgy, hogy számukra kivételesen nem 20, hanem 50 évre adta bérbe a földet. Tehát ezeket a gazdaságokat a földtörvény nem fogja érinteni. Konkrétan itt Nyerges Zsoltról, Zászlós Tiborról, Horváth Lászlóról, Töröcskei Istvánról van szó. Közülük Nyerges Zsolt külön jelentőséggel bír, mert ő akkor 37 ezer hektárt kapott az államtól 50 évre, és azóta ehhez még hozzájött néhány ezer hektár. Tehát nyilvánvaló, hogy az integrációs koncessziót ezeknek a gazdaságoknak kívánja adni a Fidesz, ami azt fogja jelenteni, hogy az országos vezérkar lényegében maga alá fogja gyűrni a teljes magyar mezőgazdaságot, és a családi gazdaságok nagy örömükben hirtelen kiszolgáltatottá válnak, tehát nem őket szolgálja a Fidesz, hanem ők fogják a Fidesz oligarcháit szolgálni. Én azt gondolom, hogy ha valami okot ad arra, hogy április 6-án eltakarítsuk ezt a rendszert, akkor ez mindenképpen az.